a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Szeretettel köszöntök mindenkit ma is. Szerte ágazó színes tartalmakkal várjuk Önöket mai beszélgetéseinkben a Cannes-i Filmfesztiválról, majd a Matthias Corvinus kollégiumról tudhatunk meg többet. További tartalmainkban pedig Sárik Péter jazz-zongora művész zeneszerző turnéjáról adunk hírt, valamint adrenalin rovatunk a Marosvásárhelyi Városi Sportklub vízilabdázóival készített interjút. Maradjanak velünk, jöjjenek a részletek! Szombaton került sor az erdélyi témát feldolgozó, több romániai magyar színészt is felsorakoztató Krisztián Mungiu által rendezett Réminé című film bemutatójára a Cannes-i Filmfesztiválon, amely a sri lankai vendégmunkások Gyergyó Ditrói történetét dolgozza fel. A híres Vörös Szőnyegen ugyanakkor erdélyi magyar színésznőként a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat kolléganője Moldován Orsolya vonulhatott végig a rendező és a film többi szereplője mellett, ami nem mindennapi eseménynek számít, hiszen utoljára ilyen 1965-ben volt, amikor Széles Anna erdélyi magyar színésznőként vonulhatott végig a Vörös Szőnyegen, mint Cannes-i nagydíjas film szereplője. Hogy milyen élményekkel gazdagodott Moldován Orsolya színművésznő, el fogja nekünk mesélni azonnal. Köszöntelek, Orsi! Szia, Izu, köszöntöm a nézőket! Nem verek nagy port neki, illetve amint látod, úgy az elmúlt hetekben, tehát szombat óta azért foglalkoztat nagyon az bennünket, hogy valóban az 57 éves csendet úgymond te törted meg. Ez milyen érzés? Én erre nem így gondolok. Egyébként azért a fiúk voltak, mert hogy Molnár Levente volt 2015-ben, és a tavaly az én egyik évfolyamtársam Katona Laci is ott volt a Mundrucó Kornél filmjével. Mondjuk az nem versenyfilm volt, de úgyhogy az én osztályomból már ketten voltunk Cannes-ba, úgyhogy most már a többiek fognak következni. Tehát nőként akkor? Igen, nőként, csak úgy igen, tisztázzuk szeretek azért. Én a többi kollégámra is figyelni. De azért mesélj az élményről, mert hogy hatalmas élmény, egy életre szóló élmény vagy. Igen. Legalábbis úgy gondolom, hogy akik a szakmában vannak, játszanak, akár legyen szó filmről, vagy akár színházról, ez azért mérföldkő lehet. Élmények szempontjából legalábbis. Igen, ez egy nagy alkalom, egy nagy esemény. Én sokkal félelmetesebbnek gondoltam itthonról, mint amikor ott voltam, mert hogy egy nagyon nagy odafigyelés van, egyszerűen elkezd természetessé válni az, hogy ott vagyok. Nem gondolok arra, hogy hú, most mit keresek ott. Egyszerűen elkezd minden nagyon jól működni. Nekem nagyon jó élmény volt, és nyilván az a csapat, akivel én voltam, az ő szeretetük és az ő odafigyelésük is nagyon sokat jelentett nekem. Ott a helyszínen így nyíltak meg a kapcsolódási lehetőségek más művészekkel, alkotókkal? Igen, hát voltak különböző. A mi filmünk után is este volt egy parti, ahol emberekkel találkoztunk, beszélgettünk, ugyanakkor a vasárnapi sajtókonferencia és fotókól után is volt egy hivatalos ebéd, ahol szintén találkoztunk emberekkel, de aztán meg most már itthon vagyok. Gyönyörű voltál, Orsi, azokban a szép ruhákban és a Vörös Szőnyegen valóban. Igen, azt szerintem mindenkinek ad egy jó érzést, tehát ott valamilyen módon mindenki jól néz ki, mert mindenki örvend, hogy ott van, és attól, hogy boldog vagy, attól egy kicsit jobban nézel ki. Mielőtt rátérnénk a Réminé című filmre, Krisztián Mungiu által rendezett filmre, nézzük meg az előzetest. Bukarest? Bukarest? No. Bukarest is over there. Ah, West. Yes. No. West is that way. I don't know. From home, all is West. De acasă și n-ai de ce să-ți mai fie frică. Nu știu de ce te-ai întors. E ceva de muncă? Nu prea. Auzi, tot acolo stai? Toată lumea e plecată. Regăsești la orice.
zile tu ce ai văzut? Ceva rău, zice. Cum ceva rău? Asta învăță să faci apă. Nu e greu. N-am mai trebuit ceva ca să se pregătești. Tu trebuie să mă-ți fie milă. Cei care le-ai milă mor primul. Și vreau tu să mor ultimul. Rudy! Rudy! Să nu te apropii niciodată. De animale sălbatice. Neînarmate. Milyen témát dolgoz fel, tehát a film érintette már a felvezetőmben, de azért részletet kérlek. Krisztián Mungiu azelőtt, hogy filmrendező lett volna, újságíró volt, és azóta is a filmjeit mindig egy hír kapcsán kezdi el kibontani, egy közéleti hír kezdi előtt érdekelni, hogy azban az emberek hogy működtek, illetve hogy mi vezette őket arra, hogy úgy cselekedjenek, ahogy. És akkor nyilván ezt a gyergyúditrói történetből indult ki, de a helyszín sem ott van, illetve nem egy olyan közösségbe helyezte, ami egy nemzetiségű, egy olyan közösségbe helyezte a filme történetét, ahol egy erdélyi kis faluba, ahol együtt többen, tehát hogy vannak ugyanúgy román, magyar és szász lakosok is, a film főszereplője, Matthias Auner névre hallgat, ő egy szász ember, és a másik főszereplő pedig Csilla, aki egy magyar hölgy. Nyilván ez a kiindulási pontja a történetnek, de igazából magánéleti szálak futnak ebbe össze, és úgy beszél erről a történetről, hogy ez egy általános emberi problémát dolgoz fel, vagy mutat meg azt, hogy a félelmeinkkel, az intoleranciánkkal, vagy a túlzott toleranciánkkal milyen rosszat teszünk, illetve hogy az, hogy ahogy a világ elkezd mozogni és elkezd változni, hogy tudunk mi erre reagálni. Zavarba ejtő a film, zavarba ejtő számunkra is az lesz, és azoknak a nézőknek is, akik ugye nem élnek itt. De viszont úgy nyitja meg a történetet, a filmben van nyugat-európai szereplő is, aki eljön és hogy lát ő minket, és mennyire tévesen fogja fel azt, ahogy mi vagyunk, vagy nem tévesen, de mindenképpen nem úgy, ahogy mi igazából vagyunk. Zavarba ejtően igaz és húsba vágó a történet. Én ott Cannes-ban láttam először, én nem láttam még azelőtt a filmet. Úgyhogy ez egy ilyen... Tehát neked is bemutató volt. Igen, igazi bemutató volt, de a szószoros értelmében én sem láttam még a filmet. Hogyan képzeljük el, Orsi, a Cannes-i bemutatót? Tehát egy hatalmas terem, megtelve nézőkkel, és akkor ti is első ízben ott szembesültetek végül is a végeredménnyel. Ez milyen érzés volt? Igen, mi színészek, mert ugye a produkció igen. Többi tagja azért látta. Nagyon furcsa élmény, én rá is készültem arra, hogy nem fogom tudni látni a filmet, mert úgy el leszek magammal, meg az izgalmaimmal is közben, egyszerűen úgy elkap az érzés, hát a világ egyik legszebb és legelegánsabb mozi termében vagy. Ugye a Teatro Lumière az, hát egy fantasztikus vásznon látod ezt a filmet. Mondta is a producer, hogy meglátjátok, hogy ezután ahányszor meglátjátok, mindig rossz élmény lesz, mert hogy ezután a fantasztikus technikával, hanggal bemutatott film után mindig egy kicsit hiányérzeted lesz. Nagyon jó volt, és tényleg az, hogy utána így percekig állva tapsolnak, és ováció van, és alig lehet megszólalni, és utána Krisztián nagyon szép dolgokat, tehát hogy olyan fantasztikus, ahogy ott helyben egyből csak elkezd beszélni, és akkor beszélt franciául, akkor áttért angolra, és akkor románul is mondott egy pár szót, és elmondta, hogy ő sajnos nem tud magyarul is megszólalna, nem tud, ő annyit tud, hogy kellemes ünnepeket, mert ugye az ünnepek környékén forgattuk, és azt is el tudja mondani, hogy szeretlek. Tehát, hogy ezt a kettőt tudja egyre magyarul elmondani. Mi volt a te szereped a filmben? És milyen élményeket gyűjtöttél így a próba folyamat során? Mesélj erről is. Nagyon nagyszerű dolog egy nagyon nagyszerű emberrel dolgozni.
Én akkor is azt mondtam, amit, vagy most is azt tudom elmondani, amit akkor ott hirtelen eszembe jutott a bevonulás előtt, amikor ott egy stáb leruhan, és valamit hirtelen mondanod kell, hogy nem tudok színésznek ideálisabb rendezőt elképzelni, ahogy lépésről lépésre irányít, visz, hogy építs meg egy karaktert, hogy találj meg egy állapotot, és utána pedig valahogy ki is hoz belőle. Tehát, hogy nem azzal a feszültséggel maradsz, amiután azt mondják, hogy megvan a jelenet. A próba folyamat is, én egy párszor voltam próbán, de voltam, az is, ahogy kezdtük kibontani, ahogy mindannyiunknak írt egy pár oldalnyi kiindulási pontot, hogy ki ez az ember, milyen elő- és utóélete van, mi történt vele eddig az életben, ami nyilván nem derül ki, de hogy én tudom, vagy hogy figyel arra, hogy te tudd, hogy körülbelül, hogy helyezzel magad. Én egy Dénes Viktória nevű hölgyet alakítok, aki ennek a kenyérgyárnak a tulajdonosa, ahova nagyon nehezen lehet munkásokat találni, és akkor végül azt a döntést hozzuk nagyon nehezen, hogy akkor külföldi munkást fogunk hozni. Tehát szombaton volt a Cannes-i bemutató, és igen. Itt Romániában június 2-án kerül sor. Így van. Bukarestben, és akkor 3-ától vetítik a romániai mozik, de hogy a Cristian Mungiu nagyon nagy vágya az, hogy nagyon sok közösségbe elmenjen, megnézze az emberekkel, beszélgessen utána, úgyhogy a júniusi hónap folyamán, vagy az elején valószínű, hogy Vásárhelyen is meg fog történni ez a bemutató, de az időpontról majd nagyon idejében elkezdünk egyszer csak beszélni. Hogy... Most szerintem felkeltette mindenféleképpen a film az érdeklődésünket, és hatalmas nagy szó, hogy kijutottatok a filmfesztiválra. Én sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen, és várunk, hogy köszönöm szépen, megnézd a filmet. Mindenféleképpen ajánlom mindenkinek. Igen, én is. Folytatva a műsorunkat, elmondhatjuk azt is, hogy a világjárvány miatt a különböző zenei turnék is leálltak, most viszont egyre több koncertről értesülhetünk. Így van ez Sárik Péter jazzzongora, művész, zeneszerző sokszor tervezett turnéjával is, ami végre megvalósulhat, így júniusban erdélyi turnéra indul a Sárik Péter trió. A magyarországi jazzformáció a 2018-ban megjelent X Bartók lemeze anyagát játssza 12 helyszínen. Részletekről maga Sárik Péter mesél a továbbiakban. Többször elhalasztották, aztán a félvilágot körbejárta. Most végre az erdélyi közönség is hallhatja a Sárik Péter trió Bartók Béla műveiből készült jazz feldolgozását. A 2018-ban kiadott lemez dalaival most egy 14 állomásos koncertkörúton találkozhatunk. 2018-ban kezdtük ezt a kalandunkat Bartók Bélával. Előtte nem lehetett, nagyon szigorúak voltak a jogutódok, és az volt, hogy Bartokkal semmit nem lehetett kezdeni, még Kocsis Zoltán sem tehetett hozzá, vagy játszhatta másképp, mint az eredeti. Na most ezek a jogok egy időt lejárnak, és akkor az összes jazzen is fejest ugrott Bartók Béla zenébe, és mi is. Nagyon sokan készítettek akkor ilyen lemezt, és hát nyilván mindenkinél az volt az egyik fő dolog, hogy imádjuk mi jazzzenészek Bartókot, de aztán eléggé szétváltak a dolgok, tehát voltak jazzzenészek, akik még Bartókabbak akartak lenni a Bartóknál, és olyan is lett, tehát hogy nagyon nehéz irányba vitték az anyagot. A Sárik Péter trió úgy játsza majd a sokaknak túl nehéz, túl modern Bartók műveket, hogy mindenki számára szerethető zene legyen. Rájöttünk arra a dologra, hogy nagyon sokan nem szeretik Bartókot joggal, hiszen a zenei nagy része igen nehéz és igen komoly, de erről nem illik beszélgetni, még nem illik bevallani, már ugye elmehetek ez ciki, tehát értelmiségi körökben mindenki rettetesen szereti Bartókot, és senki nem nézi azokat a műsorokat a tévében, aminek több milliós nézettsége van. Sárik Péter meglátása szerint egyfajta merevség alakult ki az emberekben a klasszikus zenével kapcsolatban. A jazz koncerttel ezt a görcsösséget próbálták feloldani a közönségben, úgyhogy közben Bartókot játszanak. A 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzőinek műveit. De hogyan sikerült mindezt elérni Fónai Tibor nagybőgős és Gálfi Attila dobos együttműködésével? Ez
elképesztő lehetőséget ad egy dobszerkó. Tehát nem véletlenül, hogy minden kisrác dobos akar lenni, mert ez az ősi ösztön, hogy püföljük azt a, azokat a bőröket, ez mindenkiben benne van, a ritmus és az ének. Na most az éneket itt mi nyilván nem tettük hozzá, de a ritmus nagyon komolyan kihangsúlyoztak, és ez Bartoknál is fontos. És ez valami olyan erőt ad, amikor nálunk Gálfi Ati elkezdi ezeket a dolgokat dobolni, hogy egy teljesen más megvilágításba kerül. Ugyanez van a jazz bőgővel is, ami itt rögtön át is köt a népi bőgőhöz. Nagyon sokszor játszik a Bartok anyagban a Tibi, Fonai Tibi népzenés dolgokat, amit a népzenében megszoktunk. Most ez a kettő együtt már nagyon erős, és akkor még csak itt jön hozzá maga az eredeti zongora darab, amin én nagyon keveset változtattam, inkább hozzáértem a dobot és a bőgöt, és ez a három így együtt annyira más erő és más hangzás, hogy azt merem azt mondani, hogy sokkal dinamikusabban, meg sokkal energikusabban szól. Szükség van az újításokra, hiszen ami 100 évvel ezelőtt kiemelkedő volt, az nem biztos, hogy napjainkban a civil fő számára is tetszetős lesz. Sárik Péter szerint zenélésük leglényegesebb eleme az improvizálás, de mindig arra törekednek, hogy munkásságukkal hozzáadjanak az eredeti műhöz. Szoktam ebben viccelni, hogyha majd véget ér itt a föld életem, és esetleg találkozom azokkal a szerzőkkel, akiknek belerondítottam a műveikbe, akkor mi lesz, hogy kapok egy nagy pofont Beethoventől, amíg Bartók szerencsére kicsike ember volt, úgyhogy annyira ott nem aggódom. De viccen kívül nyilván az van, hogy mikor hozzáfogunk egy ilyenhez, akkor folyamatosan az lebeg, hogy ne roncsuk el, tehát azt semmiféleképpen, csak olyan műveket hagyunk meg, amiknél úgy érzem, hogy hozzátettünk valami picit. Akár csak annyit, amit az előbb elmondtam, hogy egy új utat nyitottunk, mondjuk valaki meghallja a dobot, és akkor nem is gondolhatjuk, hogy mi összekapcsoltunk a dobbal, a popzenék, amit gyerekkorunk óta hallgatunk, abban mind dob van, a klasszikus zenében nincs, már is itt egy rokon hangzás, szóval, hogyha csak egy ilyen kötés van, akkor már működik, ha pedig egy feldolgozás nem akar működni, akkor abban a pillanatban elengedem, és nem erőltetjük. Úgyhogy ez a vezérelv, a tisztelet az eredeti mű és szerző iránt. A Sárik Péter trió elsőként június 1-én Nagyváradon a Moszkva kávézóban lép majd fel a Bartók Béla művek jazz feldolgozásával, majd ezt követően több hazai városban is számíthat rá a közönség. A folytatásban a Matthias Corvinus Kollégium, azaz az MCC Kárpát-medence tehetséggondozó intézményével és programjaival ismerkedhetünk meg, amely 1996 óta végzi tevékenységét, és az általános iskola felső tagozatától felnőttkorig működtet közcélú ingyenes tehetséggondozási programokat. Bővebben a részletekről Fugel Edinát, a Matthias Corvinus Kollégium erdélyi szakmai programokért felelős igazgatóját kérdezem, de előbb tekintsünk be röviden az MCC mindennapjaiba. Tehát nagy szeretettel köszöntelek, Edina, nálunk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Mi a kollégium sajátossága, illetve milyen célok mentén fogalmazza meg jelenlétét az oktatásban a Matthias Corvinus Kollégium? Ahogy említetted, 96 óta folytatja a tevékenységét Magyarországon, illetve az évek során kiterjesztette ezt Kárpát-medencére, és tehetséggondozó intézetként definiálja magát. Az a célunk, és azt szeretnénk elérni, hogy Kárpát-medencében 10 000 diákot tudjunk a szervezet keretein belül, akiknek minőségi szakmai programot kínálunk. Segítünk nekik fejlődni a kezdetektől, ugye 5-ben lehet hozzánk becsatlakozni az első lépésként, a kezdetektől egészen a egyetem elvégzése után, sőt annál is tovább szervezetünk azon is igyekszik, hogy tudjon álláskeresésben is segíteni az MCC tagoknak.
Igen, hogyha a programokról beszélünk, akkor melyeket tudnád ide sorolni, milyen tehetséggondozói programok vannak? Az általános iskolásoknak, az 5-8-asoknak szól a fiatal tehetségprogram. Ez egyszeri belépési lehetőséget jelent, ötödikesként tudnak regisztrálni, jelentkezni a gyerekek, részt vesznek egy kiválasztási folyamaton, és utána 25 diákkal Erdélyre, hétvárosba megkezdjük a tevékenységet. Középiskolásként is be tudlak csatlakozni, 9-12-esek is, és nekik két hetente szombatonként szervezünk képzéseket, illetve heti rendszerességgel klub délutánokat a központjainkba. És akkor tulajdonképpen minden héten vagy minden két hétben megvan egy adott tematika, amivel készültök, vagy ők választhatnak? Megvan a tematika, amivel készülünk. Ezt mi tanév elején összerakjuk a tervezetet, és akkor így haladunk hónapról hónapra, hétről hétre. Tehát iskola mellett többletet jelent. Igen. Igen. Határozottan azt szoktuk mondani, hogy az MCC ott kezdődik, ahol a közoktatás véget ér. Tehát mindaz, ami sajnos nem fér bele a közoktatás kereteibe, arra mi igyekszünk választ adni és lehetőséget biztosítani a diákoknak, érdeklődőknek. El tudják itt mélyíteni bizonyos tudományterületek iránt az érdeklődésüket, akár a képzéseinkkel, akár az e-learning anyagainkkal, ugyanis minden képzési szintet megtámogat a fizikai alkalmakon túl megtámogat egy e-learning rendszer is, és azon kívül lehetőséget biztosítunk nekik olyan szakemberekkel találkozni, akik végzik, gyakorolják a munkát, egyetemen oktatnak adott esetben, és tényleg tudnak nekik olyan hasznos extra információt adni, amit adott esetben az iskolai keretek közt nem kapnak meg. Igen, és úgy emlékszem, hogy a középiskolai programoknál maradtunk el. Igen. Tehetséggondozásnál. Igen, a középiskola után pedig egyelőre Erdélyben egyedüli helyszínként Kolozsváron biztosítunk egyetemista programot is. Kolozsvári egyetemista programot, ahol első évesként, illetve másodévesként is be tudnak lépni a rendszerbe. Igen, említetted azt, hogy arra is fekteti az MCC a hangsúlyt, hogy a képzés után el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Mi a tapasztalat a munkaadók kapcsán, mert hogy gyakran hallani azt, hogy képzések után vagy egyetem után kikerül a fiatal, és szinte alapoktól kell kezdeni, mert hogy nincsen gyakorlati tudása. Én is hallottam sok ilyet már munkaadóktól. Az extra, amit mi MCC-ként nyújtunk nekik, az olyan a soft skill-ek fejlesztésén benne keresztül nálunk, a programjainkon keresztül a diákok, amik által sokkal könnyebben tudják megállni a helyüket a munkaerőpiacon. Csapatban dolgozni, projekt alapú szemlélet, probléma megoldó szemlélet egyébként, vitakultúrában is segítjük őket, vitaképzéseket tartunk nekik, úgyhogy ezek mind úgy fejlesztik őket a technikai szakmai tudáson túl, ami csak a hasznára lehet abban, hogy valóban megállja a helyét a munkaerőpiacon. Ugyan lehet jelentkezni hozzátok? A weboldalon keresztül elérhetőek az információink. A program, mindegyik programnak megvan a maga felülete, például fit.mcc.hu az a leendő ötödikeseknek, kp.mcc.hu a középiskolás programban résztvevő diákoknak, vagyis hogy középiskolás érdeklődőknek, illetve a Facebookon és a weboldalon az egyetemista program iránt is bővebben utána tudnak nézni az érdeklődők. Igen, hogyha az elhelyezkedésről beszélünk, akkor ez inkább egyetemistákra, illetve középiskolásokra vonatkozik, hogy segítik őket a szakemberek, vagy milyen úton, módon juttatják oda úgymond a forráshoz? Már ötödiktől egyébként, mert az ötödikes vagy a FIT programnak köszönhetően a diákok, a kisdiákok már betekinthetnek adott szakmákba. Például van olyan képzésünk, hogy rejtélyes építészet. És itt előadónk volt egy építészmérnök és egy művészettörténész is. És már két szakmával is megismerkedhettek, azon túl, hogy effektív technikai információkat is kaptak a diákok, illetve gyakorlatban is kipróbálhatták magukat. Ugyanígy robotika, egészségügy, környezetvédelem, természettudományos kísérletek, tehát kicsi laborokká alakulnak ilyenkor az irodái, a képzési helyszíneink, és kísérleteznek a diákok, művészet és matematika képzésünk is van. Tehát már ötödiktől olyan
területekre olyan szakemberekkel és olyan módszerekkel kóstolhatnak bele bizonyos ágakba, amelyek később segíthetik őket a továbbtanulásba, a pályaválasztásba, akár ugye merre irányuljon, inkább reál, inkább humán területekre. A középiskolás program az pedig sokkal inkább mélyíti. A középiskolás programunk társadalomtudományos fókuszú, tehát a 10 e-learning kurzus, amiből választhatnak, az jog, pszichológia, közgáz, nemzetközi kapcsolatot, mind inkább ezeket a területeket járja körbe. Viszont a szombatainkon keresztül pedig igyekszünk még egyéb témákat is behozni. Legutóbb volt például csillagászat és jövőkutatás témánk is, vagy urbanisztika, és akkor megint építészt, sőt, Szeben volt főépítészét is meghívtuk, Gutmann Szabolcsot hozzánk, és előadást tartott a diákoknak. Tehát tényleg lehetőségük van itt szakemberekkel beszélgetni, és az előadások után oda menni, és megkérdezni még, hogy mit szeretnének. Nagyon sok előadónk még kontaktot is ad, hogy aztán, ha később még kérdés van. Tehát valóban mélyre tudnak látni, és aki ambiciózusabb, ő pedig tényleg utána tud menni egész részleteiben is a különböző szakterületeknek. Fontos az, hogy van egy ilyen közvetlen kapcsolat a szakember között. Igen, tehát, hogy emberek ők is meg tudják szólítani, oda tudnak menni, ez akkora élmény egyébként nekik, és olyan feltöltődve jönnek, mert azért szombatonként ott vannak, tehát 9-től 4-5 óráig komoly képzés és szakmai program van, és végig ott vannak, és lendületesen végig nyomják a diákok. Edina, ez nagyon jól hangzik, sok képzés, színes képzést kívánok nektek és résztvevőt, mert hogy valóban hiánypótló. Ezt köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Folytatva a mozaikot a továbbiakban a Marosvásárhelyi Városi Sportklub vízilabdázóihoz látogat el adrenalin rovatunk, ahol nem csak a vízilabdajátékkal ismerkedhetünk meg, hanem megtudhatjuk a sportolóktól, milyen hivatásszerűen elköteleződni a vízilabda mellett. Női vízilabda edzésén jártunk. A lányok keményen edzenek, hisz folyamatos versenyben vannak. Krisztián Iszpira csapat edzője elmondta, elégedett az eredményekkel. Elég jól állunk. Én azt mondom, hogy azt, amit elképzeltünk, az sikerült, teljesítettünk, az U19-es bajnokságban ezüstérmet hoztunk. Nagyon közel voltunk az aranyéremhez, de sajnos nem jött össze, de nagyon közel voltunk. Ahhoz, hogy egy csapat jól szerepeljen a megmérettetéseken, szükség van egy jó csapat kohézióra, illetve egyéni játékosokra is egyaránt. 13 éves koromban volt az a pont, amikor legelőször beittek a válogatottba, a román válogatottba, és akkor úgy kezdett komolyabbra fordulni ez az egész sport számomra. Ez a sport egy gyönyörű testmozgás, és a csapat, igazából ez a csapat szellem, ez tudom, hogy külsőn hangzik, de mindenhol ez megvan. Nagyon szeretem a lányokat, nagyon szeretjük egymást. Nagyon össze vagyunk szokva, engem megtanított igazából csapatban játszani, mert előtte mindig ilyen egyéni személy voltam, és megtanított nagyon csapatban gondolkodni, meg nagyon sokat kell gondolkodni ebben a sportban, nem csak mész és csinálod. Kell gondolni másra, kell, nagyon kell figyelni egymásra. Megtanít tényleg mindenre. Egyszerűen úszás, egészséges, gyönyörű sport, mindent megmozgat, a lányok gyönyörűek, nagyon jó együtt játszani, és tényleg jó élmény itthon lenni és itthon játszani. A VSK csapatában a román válogatottba is folyamatosan kapnak behívót a játékosok, de milyen lehet ott játszani? A légkör az más, mint itt a csapatban, más lányok az országból összegyűjtve, nehezebb így magyar szemmel úgy becsöppenni egy ilyen román közösségben, persze voltam csapattársai mindig velem, más érzés, mint a csapat, mint a saját csapatot. Igazából nekem tetszett, csak ugye tényleg más volt a hangulat, és nem olyan, mint amit itt megszoktunk, teljesen más edzés, sok edzés, napi két edzés, reggel korán, héttől már a vízbe. Jó, nekem igazából tetszett, és várom, hogyha még hívnak. Elég rég kerültem fel csapatkapitányi posztra, sok megpróbáltatás ért így az idők során, főleg a lányok terén, ami úgy volt az én hatásköröm volt. Voltak veszekedések a csapatban, amiket el kellett nem simítani, megoldani, effektív meg kellett oldani őket, és voltak problémák így a csapat összeszokásával is, amiben szerepet kellett játszódjak. Az edzővel is vannak nézeteltérések persze, de hát azok mindig megoldódnak egy napra, a másik azok soha nem voltak nehezebbek. Nem könnyű dolgozni a lányokkal, mert
pláne egy adott pillanatban, amikor már ebben a kamaszkorban vannak, akkor kezdődnek mindenféle gondok, de el lehet rendezni. Vannak nehezebb napok mindenkinél, de soha nem éreztem úgy, hogy ennek itt most vége. A folytatásban a Kimenő Kecsegtet program kínálatával Diáknapok, Színház és Táncszínház. Ezek vannak mai kulturális rovatunk ajánlatában. Részleteket Labanc Dávid kollégám hozza. Mindenkit üdvözlök, sziasztok! Ma május 26-a van, csütörtök. 1980-ban Farkas Bertalan elindul a Szojuz 36 fedélzetén a világűrben. Szintén ezen a napon 1966-ban elhunyt Tamási Áron Kossuth-díjas író. Én Labanc Dávid vagyok, ez pedig a mai kimenő. Június 1 és 9-e között berobban a 23. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál Special Edition. Special ugyanis módosult a kincses térkép. A sportjátékok szerdán és csütörtökön a megszokott módon zajlanak majd a víkenden, csütörtökön a Diáknapok átköltöznek a gernyeszegi Teleki kastély területére, ahova egy kis fesztivál oázis lesz kialakítva, és ide várnak mindenkit. Minden koncert és buli a kastély udvarában lesz megtartva, két különböző színpadon. Pénteken és szombaton kincskeresés és kocsmajátékok várják a csapatokat. William Shakespeare Hamlet című műve lesz látható május 29-én a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán 19 órai kezdettel a nagyteremben. Hamletet egyszerre támadja meg a kora modernitás nagy projektuma, azaz a személyesen megélt és közvetlen hit lehetősége, valamint a királyi hatalom Isten eredetébe vetett súlyos kételj. Kétségbeesések kételje azonban nem pusztán Claudiusra irányul, hanem bizony a meggyilkolt apa Isten a saját apja személyére is. Az előállt drámai szituáció Hamletet az eszköztelen, önmaga elhívásában nem hívő megváltó szerepébe kényszeríti. A fiúnak az igazságtevés és a helyreállítás terhét kell véghez vinni egy olyan királyság helyreállításáért, amelynek az etikai rendjében ő maga már nem hisz, legalábbis súlyosan kételkedik. Ünnepi műsorral készül a Maros Művész Együttes, június 1-én a Szép Palkó című mesés táncos előadást mutatják be a Marosvásárhelyi Várban este 7 órától. Rossz idő esetén a Maros Művész Együttes székházában lesz megtartva az előadás. Rendező koreográfus Varga János. Minden kicsit és nagyot szeretettel várnak, a belépés díjtalan. Ennyi volt a mai kimenő, köszönöm kedves figyelmüket és becses idejüket. Ne feledjék Tamási Áron szavait. Elgondoltam, hogy milyen titkos teremtmény is az ember. Nappal küszködik azzal, ami van, s éjjel pedig küszködik azzal, ami nincs. És ha elmúlik a nap és elmúlik az éjjel, akkor az, ami volt, egészen egyforma lesz azzal, ami nem volt. Nem ulasszanak el holnap sem, a viszontlátásra! Mozaik után este 7 órától Jaka Péter Emese kolléganőm várja önöket a legújabb fejleményekkel, de előbb nézzük az ajánlót. Szervusz Emese, mi minden történt az elmúlt időszakban? Szervusz Izabella! Ma volt az utolsó munkanapja Páfi Kinga leköszönt székelyudvarhelyi alpolgármesternek, aki Gálfi Árpád polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt években végzett munkájáról. Elmondta, reméli, hogy utódja folytatja az általa elkezdett projekteket, majd hozzátette, városi tanácsosként a továbbiakban is hajlandó lesz segíteni egyes projektek megvalósításában. Mutatjuk a nap legfontosabb híreit, 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! Személyzetbővítés. Sajátságosan spórol a kormány, miközben azt vállalták, befagyasztják az állásokat a közszférában, mintegy 8000 állást hoznak létre a belügyminisztériumnál. Végéhez közeledik a népszámlálás online szakasza. Aki nem tette meg, holnap még kitöltheti a kérdőívet, a cenzus ezen fázisa május 27-én véget ér. Csak gyakorlat. A Marosvásárhelyi Azonmóres Vegyipari Kombinátnál történő incidens szimulálnak nemzetközi gyakorlat során május 30-a és június 3-a között. A marosvásárhelyieket arra kérik, kezeljék megfelelően a történéseket.
Köszönöm figyelmüket ma este, és holnap is érdemes lesz velünk tartani. Izgalmas tartalmaink mellett kolléganőm a cross-duatlon és triatlon országos bajnokság nyerteseivel várja önöket. Utánunk a híradó, majd a 24+ várja önöket. Legyen szép estejük, viszontlátásra!